május 27-én a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál első napján többek között az Omega Testamentum, az Omega Együttes örökségét tovább éltető zenekar teremtett hatalmas hangulatot a Béla Király téren. Bár a rendezvény idén egy nappal rövidebb volt, a szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a három nap eseménydúsan teljen el. Legnagyobb örömünkre már a Pünkösdi Fesztivál első estején megtelt a tér. Az idő kegyes lett hozzánk, amelyet reméltünk is, és azt hiszem, hogy egy ilyen kultikus zenekar, az Omega, illetve hát most nevezzük az újabb nevén Testamentum zenekarnak, régi és új tagokból verbúválva, egy kiváló hangulatot fog teremteni a város főterén. Ez az a zenekar, amely hosszú-hosszú évekkel ezelőtt többször is vendége volt már városunknak, még a régi Omega tagokkal, és én úgy gondolom, ezt a hagyományt illik is továbbvinni. Kóbor János, Meki, Benkő Laci és a többi legenda is ezt szeretné. Köszönjük a támogatóknak, köszönjük annak a nagy összefogásnak, aminek segítségével ezeken a napokon is sztár fellépők és sok-sok érdekes program várja a nézőket. Úgyhogy mindenkit biztatunk, holnap is, holnap után is fáradjanak ide ki. A Nyitott Pincék programja után a város főterére is sok szeretettel várunk mindenkit. Éjszaka fiataloknak nagyon jó diszkóprogramra készülünk. Minden adott ahhoz, hogy három napig fesztelenül tudjunk szórakozni és egymás barátságát élvezzük. Hajrá Szekszárd, várunk szeretettel mindenkit! A három nap során több tízezren fordultak meg a programsorozaton, amely szinte minden korosztályt és számos kulturális ízlést kiszolgált. Azért jó, az ember kimozdul egy kicsit, én főként a zene miatt. Menni a koncertet, és majd a többi az elválik. Várjuk a haveroknak, barátoknak a jelentkezését, hogy ki merre szeretne, hova szeretne menni. Lassan megyek vissza, de örülök, hogy kijöttem. Nagyon sok ismerős arc. Ha másért nem, hát ezért megérte az egész. Örülök neki. A Pünkös nem csak a helyiek számára volt kiemelt program, sokakat vonzott az ország más tájairól is. Voltak, akik egészen az Őrségből érkeztek a rendezvényre. Lementünk a Vásár utcába, sétáltunk egy nagyot, aztán hát koncert után megyünk haza, mert azért 350 kilométer. Nem itt van, de holnap reggel dolgoznunk kell, úgyhogy el kell indulnunk. Mik az eddigi tapasztalat? Nagyon szép város, nagyon szép. Pont arról beszélgettünk, hogy milyen jó a tér is, meg hát autóval lent álltunk meg, ahogy jöttünk fel, az is nagyon szép. Annak is érdemes volt kilátogatnia a rendezvényre, aki nem csak kulturális élményre, hanem finom ízekre is vágyott. Mindezt a gasztrosátor és a borudvar biztosította számukra. Ezek mellett a kirakodóvásár és a vidámpark is szintén a program elmaradhatatlan részei voltak, így biztos, hogy minden korosztály talált magának szórakozási lehetőséget. Nagyon jó ez, olyan jó hangulat van, rengeteg boldog embert látok. Gyönyörű volt az Orbán nap, Nagyon sokan voltunk, kiváló borok, kiváló emberek. Úgyhogy gyönyörű ez a Pünkösd. Alapvetően mi a sok új érdekesség miatt jövünk, általában az új ételeket látogatjuk meg először, de a hangulat miatt is. Most éppen a vizsgai időszakra készülünk, szóval egy kikapcsolódásképpen jöttünk ide. Rendkívül felvillanyozó így nekünk főleg a sok tanulás mellett, és alapvetően az embereket is jó látni, hogy végre kimozdulnak a jó időben. A fesztivál egyik sztár fellépője Demjén Ferenc volt, aki Ezzel még tartozom címmel adott koncertet vasárnap este. Bár a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál záró napjára az időjárás ugyan borongósra fordult, ez azonban a hangulatra nem nyomta rá a bélyegét.